Sok szeretettel üdvözlöm az ELTE Fest résztvevőit. Magyar Jenikő vagyok, a Környezet és Tájföldrajzi Tanszék egyetemi tanára, és ebben az előadásomban az aktuális kutatásainkról szeretnék röviden beszámolni ismeretterjesztő formában. Ahogyan látjuk a címből, a megafauna, az óriás emlős állatok, legelő emlős állatok kihalásának okairól lesz szó Európában, ami egy közismert téma, számos film, nagyon sok ismeretterjesztő írás született már a tekintetben, hogy a jégkorszak végén vajon mi lehetett az oka az emlős legelő állatok kihalásának. A legközismertebb a túlvadászat, az éghajlatváltozás, a táplálékforrások vagy a betegségek, mint magyarázó okok, azonban ezek kontinensenként változnak. Ahhoz, hogy a pleisztocén végé, a jégkorszak végi kihalásokat megértsük, nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a földtörténet során hány ilyen kihalási esemény volt. Ha valaki az ELTE-re jön tanulni a földtudományi alapszakon, akkor tanulni fog ezekről a kihalási eseményekről, amelyet itt a jobb oldali ábrán látunk a földtörténete során. Öt nagy kihalási esemény ismert, és a hatodik, az pedig a holocén végi, és hogyha figyelembe vesszük a pleisztocén végi kihalási eseményeket, akkor összességében 7 ilyen eseményről beszélhetünk. Ugye a holocén kihalási esemény, ami napjainkban zajlik, az egyértelműen emberi hatáshoz köthető, antropogén okokra vezethető vissza, mint ahogyan látjuk itt a klasszikussá vált dodó kacsának a képével emblémaként jeleníthetjük meg. Általában az emberi tájhasználat az élőhelyeknek a megszűnése okozza. De mi is történt a pleisztocén végén? Ugye itt egyértelműen egy olyan időszakban vagyunk, amikor az ember már jelen van a környezetben. Amit ideig tudunk erről a kihalási eseményről, hogy globálisan zajlott, ugyanakkor, ha a földgolyót megnézzük, akkor egymástól eltérő időpontokban ment végbe ez a megafauna kihalás. Megafauna alatt a 45 kg-nál nagyobb testtömegű legelő emlős állatokat tekintjük, amelyeknek Eurázsiában, ha megnézzük a történetét, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ez az a földrész Dél-Amerikával együtt, ahol a legtovább maradt fent megafauna tag, ugye a gyapjas mamut Szibéria északkeleti részén a szigetvilágban egészen 4000-4500 évre datálható leleteket is találunk benne. Az okok megfejtésénél egyértelműen a legtöbb elmélet figyelembe veszi azt, hogy az ember ekkor már jelen van a tájban, tehát a túlvadászat megjelenik, mint egy fontos tényező. Ez már Ausztráliában már bizonyítottá vált, ahol ez a folyamat 48 és 40 ezer év között megy végbe. Ugye egy olyan időszakban, ami klimatikusan nem a leghidegebb, ugye Ausztrália esetében pedig kifejezetten nem a hőmérséklet csökkenése, hanem a szárazság a meghatározó. Viszont ha megnézzük Európát, ez sokkal későbbre tevődik nálunk, egyértelműen kötődik a jégkorszak leghidegebb időszakát követő felmelegedéshez, amit a késő glaciális felmelegedésnek szoktunk nevezni. De hogy mi a mechanizmusa ennek a folyamatnak, nagyon gyakran kerül képbe a betegségek megjelenése, vagy a valamilyen kártevőnek a megjelenése, ami a környezeti feltételek megváltozásakor el tud szaporodni a legelő állat testében, és ezzel közvetlen csökkenti a túlélési rátáját. A pleisztocén végi éghajlatváltozási események során ismert egy utolsó jelentős lehűlési esemény, amit fiatal driásznak szoktunk nevezni. A fiatal driász időszak a nevét egy növényről kapta, a magcsákóról, ami a tundra éghajlaton fordul elő, és ennek a növénynek Nyugat-Európában ebben az időszakban van egy másodlagos elterjedési maximuma, amit ezzel a lehűlési időszakkal kötnek egybe. Ekkor bizonyos elméletek azt feltételezik, hogy a klímaváltozást extraterrestriális esemény, meteorit becsapódás okozta. Más elméletek pedig azt mondják, és ezek sokkal inkább elfogadottak manapság,
hogy ez a lehűlés, ami körülbelül 1000 éves intervallumban volt, és körülbelül 12.800 és 11.700 év között következett be, ez egy visszacsatolási esemény. Ugye a felmelegedés során az Észak-Atlanti régióba jutó olvadékvíz mennyisége, illetve annak a sűrűsége, ugye eltér a tengervíz sűrűségétől, ez megváltoztatta az áramlási rendszereket, és az áramlási rendszer, tengeráramlási rendszernek a megváltozása egy klímaváltozáshoz vezetett. És hát megjelenik az antropogén hatás, mint a kihalásoknak az egyik lehetséges oka a pleisztocén végén is. És ebben a tekintetben az eurázsiai kontinens azért más, mint Dél-Amerika vagy Ausztrália, mert itt a nagyemlős fauna az együtt élt az emberrel hosszú 10.000 éveken keresztül, ha a Homo sapiens tekintjük, vagy a neander völgyi embert, akkor azt mondhatjuk, hogy 100.000 éves időintervallumban is tekinthetjük ezt. Tehát a közös evolúció védelmi stratégiákat tudott kialakítani ezekben a nagyemlősökben, arról nem is beszélve, hogy a eljegesedés vége, ugye ez körülbelül 11.800 éve történt, erre hasonló felmelegedés a korábbi jégkorszakok közötti interglaciális időszakokban is voltak, amikor nem haltak ki a megafauna, a nagytestű emlősök tagjai. Ezen a dián a Homo sapiens vándorlásának útját látjuk a mai tudásunk szerint. Ugye a piros nyilak jelentik a bevándorlás irányát az európai kontinensre, és ennek a feltételezett ideje valamivel több mint 40.000 év, és nagyon fontos szerepet tölt be ennek az útvonalnak és az időbeliségének a megértésében a barlangi üledékek sokasága a Kárpátokban is. És a Kárpátokban találtak egy olyan barlangot, ahol az eddig ismert legidősebb Homo sapiens fordul elő ebben a térségben, és az ember a Homo sapiens megafauna kapcsolatával kapcsolatban is nagyon fontos információkat szolgáltat. Ha már itt tartunk, akkor fontos megemlítsük, hogy ilyen kutatásokat, amelyek a paleolitikum időszakába vezetnek vissza bennünket, az ELTE-n a régészeti geológia és környezetrégészet kurzusokon tanulhatják az ide érkező hallgatók. Ugye egyik neves képviselője a paleolit régészetnek egyetemünkön, Mester Zsolt, munka közben látjuk őt, itt pedig látjuk az egyetemnek a régészeti intézetében a könyvtárát, és egy paleotalajfeltárás alatta, ugye ezekben a rétegekben gyakran kerülnek elő kőeszközök, amelyek a paleolit emberhez, és ezen belül is a késő glaciális időszakban élt epigravetti csoportokhoz tartoznak. Ezeknek a csoportoknak az ismeretére, a kőeszközeik tipizálására, az őskörnyezetre, az ekkor uralkodó klímára mind-mind információt szolgáltatnak az ELTE-n tanított kurzusok. És hogy mi is történt a Kárpát-medencében, és honnan is tudjuk, hogy a nagyemlősök mikor és mely nagyemlősök tűntek el a Kárpát-medencéből, azt elsősorban barlangi üledékek, vagy nagy folyóink által kivetett csontmaradványok elemzéséből tudjuk meg, és szintén nagy szerepet töltenek be ennek a kérdésnek a vizsgálatában a Kárpát-medencében felhalmozódó poros üledékek, ezeket lösznek nevezzük, és ezek a löszfeltárások nagyon gyakran tartalmaznak olyan csont, illetve kőeszköz leleteket, amiből információt gyűjthetünk ennek az időszaknak az élővilága tekintetében. Az itt látott ábrán egy időskálán látjuk azt, hogy mikor tűntek el a Kárpát-medencéből ennek a nagyemlős faunának a tagjai, és nem csak nagyemlősöket látunk itt a latin nevekkel megjelenített ábrán, hanem látunk bizony akár madár, akár pedig kisemlős fajokat is. Ezek közül négyről szeretnék én egy picit most említést tenni, a barlangi oroszláról, a mamutról, a gyapjas orrszarvúról és a megaloceros óriás szarvasról. Ha rátekintünk erre az ábrára, amelyet Pazonyi Piroska
paleontológus kollégánk készített el még 2004-ben a barlangi üledékekben talált csontmaradványok alapján, akkor láthatjuk, hogy a feltételezett kihalás időpontja ennél a négy állatnál, melyek közül három növényevő, ez körülbelül 20 000 évre tehető. Ugyanakkor ezek az eredmények a barlangi szervények vizsgálata során még nem tartalmaztak abszolút kor meghatározásokat, tehát biostratigráfia alapon mondták azt, hogy körülbelül 20 000 év az az időszak, amikor ezek az állatok a medencéből eltűntek. Továbbra is tisztázatlan maradt az, hogy egészen pontosan mikor, mi volt az oka az eltűnésüknek, a klímaváltozás, a túlvadászat, akár betegségek, és hogy milyen sorrendben ment végbe ezzel párhuzamosan az ökoszisztémák átalakulása. Vajon a nagy emlős fauna eltűnése vezetett a növénytakaró megváltozásához, vagy a táplálékforrásoknak a beszűkülése vezetett ahhoz, hogy a megafauna eltűnt, a legelő nagytestű állatok és az ő rájuk vadászó, ragadozó állatok. Ahhoz, hogy ezt a kérdést pontosabban megvizsgáljuk, ezekhez a klasszikusan ismert és nagyon szépen feldolgozott barlangi üledék szervényekhez tértünk vissza. Ezek közül is kettőt választottunk, egyiket a Gerecse-hegységben található Jankovics barlang képvisel, a másikat pedig a Bükk-hegységben található Rejteki kőfülke. És az volt a célunk, hogy a már vizsgált csontleleteket, melyek a Természettudományi Múzeumban és a Magyar Állami Földtani Intézet múzeumában találhatók meg, abszolút kormeghatározás alá vessük. Ugye mit értünk itt abszolút kormeghatározás alatt ebben az időszakban, amikor körülbelül 20 és 10 ezer év, vagy 30 és 10 ezer év közé vártuk az eredményeket. Erre a kormeghatározásra a leggyakrabban a szénizotópok közül a radiokarbon szén 14-es izotóp arányának meghatározását szokták használni szerves anyagokból, és a csontokban ugye a dentin, a fogak esetében, vagy a csontban található szerves anyag, a kollagén a legalkalmasabb, amire egy jól kidolgozott eljárás van, és Magyarországon a Debreceni Atommagkutató Intézetben végeznek ilyen méréseket. Tehát visszamentünk ezekhez a gyűjteményekhez, amelyek már fajszinten szeparáltan tartalmazták a csontokat, és kerestük az utolsó előfordulásokat a szelvényekben, továbbá a mamut és rénszarvas esetén számos a múzeumban őrzött fiatalnak vélt csontról, amihez nem kapcsolódott még radiokarbon kormeghatározást, állapítottuk azt meg, hogy mi akkora. Ezen az ábrán látjuk az elhelyezkedését a Jankovics barlangnak és a Rejteki kőfülkének, és sárga pontok jelölik azokat a őskörnyezeti, elsősorban vegetációra, növénytakaróra vonatkozó üledék szelvényeknek a helyét, amelyek ugyanebben az időszakban datálhatók, és segítségükkel képet kapunk az egykori növénytakaróról. Erről fogok részletesebben beszélni majd. Ugye itt látjátok a módszereinket, barlangi üledékek vizsgálata és csontok meghatározása, datálása, és hogyha valaki ez iránt a téma iránt érdeklődik, és szeretne kutatóvá válni, paleontológus lenni, akkor ezt az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézetébe teheti meg. Általában azok a szakemberek, akik ilyen jellegű kutatásokkal foglalkoznak, vagy geológusként végeznek, sok esetben biológusként indulnak, ugye itt nagyon fontosak a rendszertani ismeretek, és azok a kutatók, akik a paleoklímával, egykori löszös üledékeknek a vizsgálatával foglalkoznak, azok nagyon gyakran geográfusként végeznek. Nézzük meg elsőként a kistestű emlősökre vonatkozó eredményeinket, hogy mik is adódtak ezekből a radiokarbonkor meghatározásokból. Ugye az örvös lemminget sokan ismerik, tundra éghajlathoz köthető kisemlős, nagyon gyakran fordul elő a csont maradványa, és elsősorban állkapocsra kell itt gondolni, ezekben a barlangi üledékekben, de csak egy bizonyos idősávban. És megvizsgálva ezeket a csontokat radiokarbon datálással,
A legfiatalabb megjelenés az a jégkorszak végén bizony 16.640 év környékére adódott. A keskenyfejű pocok, a másik ilyen szintén hidegtűrő faj, amelynek a állkapcsa nagyon gyakran előfordul ezekben az üledékekben, esetében egy későbbi időpont adódott az utolsó előfordulásnak, 13.340 év. És szintén ezekben a barlangi üledékekben előfordul a rénszarvas. A rénszarvasnak a csontja nem túl gyakori, ez sokkal inkább régészeti ásatásokhoz kötötten kerül elő. A mi vizsgálataink során kapott legfiatalabb kor 15.195 évnek adódott, és kicsit bizonytalan egy fiatalabb koradat, amely valószínűleg áthalmozott rétegben van, de szintén rénszarvas csontból származik, 13.585 év. És hát ez a vonal azért szerepel itt, mert ezek az időpontok az utolsó detektálásra ezekben a szelvényekben, ezek még mind az utolsó jégkorszakba tevődnek, viszont előfordult olyan kisemlős, az itt látható kisfülű pocoknyúl, amely inkább sztyeppei, hideg sztyeppei környezethez kötődik, amely egyértelműen ezeken a vizsgált területeken túlélt a holocén felmelegedés időszakába, amit interglaciális időszaknak is szoktunk nevezni. És itt látjuk, hogy az általunk kapott legutolsó időpont az 11.000 évre tehető, tehát ez már a felmelegedés időpontjában volt. Ugye a rénszarvas kapcsán felmerül a kérdés, hogy ugye a rénszarvas az epigravetti vadászok egyik fő zsákmányállata volt, a Kárpát-medencében elsősorban a téli időszakot töltötte, ezek az epigravetti vadászok pedig követték a rénszarvasokat. Tehát, hogy amikor utoljára detektáljuk őt a medencébe, az mennyire esik egyben a késő epigravetti lelőhelyeknek a dátumával a Kárpát-medencében. Európa szerte vizsgálják, hogy a rénszarvasnak az elterjedési területe a jégkorszak végén hogyan változott, és amit itt a képen látunk, az egy viszonylag friss összegzés egy német kutatótól, ami azt mutatja meg, hogy a 25-18 ezer éve közé eső időszakban, ami ugye az utolsó jégkorszaknak a leghidegebb időszaka, a Kárpát-medencében előfordul, itt egyértelműen a kutatók jelzik a jelenlétét, viszont nem jelzik 18 ezer évtől, ez gyakorlatilag a késő glaciális időszak, amikor a mi adataink még mutatják a jelenlétét. Tehát adataink teljesen újra erre az időszakra vonatkozóan. És hát látjuk, hogy a késő glaciális felmelegedés idején az elterjedési területe egyre inkább nyugatra, majd pedig északi irányba hatol. De nézzük tovább, milyen eredményeket kaptunk a mamut csontok vizsgálatából. Ugye a mamutoknál Kárpát-medence bővelkedik mamut csontokban. Itt a narancssárga pöttyök jelzik azokat az előfordulási helyeket, ahol vélhetőleg fiatal, tehát a késő pleisztocénba sorolható mamut lelőhelyek vannak. Ezen csontok mindegyike a Természettudományi Múzeum őslénytárának gyűjteményében van. Ha megnézzük, hogy eddig hány ismert csont vagy csontváz van Magyarországon, akkor 401-en körülbelül 6 csontvázáról beszélhetünk, ami múzeumi gyűjteményekbe felelhető, viszont ez idáig a publikált kormeghatározások száma mindösszesen 8 egyeden történt meg a medencében. Mi ezt 21 újabb mérési eredménnyel egészítettük ki, hogy a eltűnésének, hangsúlyozom, hogy ez nem feltétlen a kihalási időpont, tehát a Kárpát-medencéből történő eltűnésének mi az időpontja, a vélhető időpontja. Itt látunk a képen egy mamut fogat, és hát fontos, hogy tudjuk azt, hogy a mamut fog esetében a dentin állománya az, amiből mintát kell vegyünk, elegendő néhány grammos mintát kifaragnunk a fogból, és ezt eljutatunk a radiokarbon laboratóriumba, ahol kollagént vonnak ki belőle, majd pedig ez alapján meghatározzák a radiokarbon korát az adott mamut egyednek. És itt látjuk az eredményeinket egy olyan ábrán, melynek az Y-tengelye egy korskála. Ugye egészen napjainktól 60 ezer évig terjed ez a korskála, és itt kell egy picit arról beszéljek, hogy ugye a mamutok esetében
Tudjuk, hogy jelen voltak a Kárpát-medencében az utolsó glaciálisban, nem tudjuk, hogy folyamatosan, vagy voltak olyan időszakok, amikor hiányoztak, nem voltak jelen, de a radiokarbon módszer mérésre körülbelül 45-50 ezer évig ad lehetőséget. Az annál idősebb egyetekben a szén 14-es izotópja már olyan kis mértékben, vagy egyáltalán nincs jelen a felezési idő miatt, ugye 5700 év körül van a szén 14-es izotópjának a felezési ideje, amikor a mennyiségének a fele eltűnik, hogy akkor már nem tudjuk pontosan megmondani. És ezek alapján, az eredmények alapján, hogyha megnézzük az egyedeknek a korát, látszik, hogy sok egyed volt datálható 20 ezer év köré, és egyetlen egyed, csajági mamut, ugye itt pirossal szerepel, ő nem a mikor meghatározásunk, hanem egy másik csoport, ő a legfiatalabb. Tehát nem sikerült nála fiatalabbat találjunk, viszont ki tudtuk azt mutatni, hogy folyamatosan jelen volt a medencében, két olyan időintervallum adódik, amikor nincs koradat, ezek viszonylag rövid idők, itt egyértelműen nem mondható az ki, hogy nem volt jelen a medencében, itt könnyen előfordulhat az, hogy még kevés csontot datáltunk ahhoz, hogy ezeket az időszakokat is lefedjük. De az eredmények elég egyöntetően azt jelzik, hogy 16 ezer évnél fiatalabb csontvázat vagy egyed csontot maradvány nem sikerült eddig találjunk. A mamut az egyik legintenzívebben kutatott nagyemlős Eurázsiában és Észak-Amerikában is, és hát azt látjuk ezen az összesített táblán, hogy Európában hogyan alakul a lelőhelyeknek a száma ezer évenként, a datált lelőhelyeknek a száma, és hogy csökken ez a lelőhely száma, hogy 10 000 évhez közeledünk. Ugye ez összeurópai rekonstrukció. A piros szaggatott vonal pedig egy oxigénizotóp görbét mutat be nekünk, ami egy hőmérséklet görbe. Itt gyakorlatilag az oxigénizotóp arány értékeket látjuk Grönland, a grönlandi jégszelvényből. Ugye a grönlandi jég ebben az időszakban folyamatos felhalmozódás, és a bennem ért oxigénizotóp arány az pedig hőmérséklet jelző értékű, minél kevésbé negatív a mért izotóp arány, annál melegebb van. És itt nagyon szépen látszik a korreláció az összeurópai rekonstrukcióval. Ha pedig Eurázsiát és Észak-Amerikát egyben nézzük, akkor itt látunk egy áttekintő képet, hogy ez a populáció méretváltozás, a fajnak az elterjedése hogyan alakult ezen időszak alatt. Tehát láttuk azt, hogy a nagyemlősök közül a mamut utolsó datált maradványa a Kárpát-medencében jelenleg körülbelül 16 ezer éves. A rénszarvas esetében 15.800 évről beszélhetünk. Felmerül a kérdés, hogy hogyan változott a klíma ebben az időszakban a Kárpát-medencében. Ennek a kérdésnek a megválaszolására többféle módszert is használhatunk. Ugye az előbb láttuk az oxigénizotópokat a grönlandi jégben, Kárpát-medencében, és vizsgálhatunk ilyen izotóp arányokat tavi üledékekben, amik klímajelzők, de kiindulhatunk az egykori növénytakaróból is, és az egykori növénytakaró rekonstrukciójára leginkább alkalmazott módszer a képen is látott pollenanalízis. Hogy is kell elképzeljük, mit csinál egy pollenanalitikus, és hol tanul? Az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézetében, ugye ha valaki geográfusnak jelentkezik, vagy földtudós lesz, akkor választhatja, hogy ezzel a kutatási területtel foglalkozzon. Környezettanosok is gyakran választják ezt a területet kutatási témájuknak. A pollenanalitikus az tavi vagy lápi üledékeket vizsgál a kontinens belsejében. Itt a képen látunk erre egy példát, a mintavételek nagyon gyakran a téli időszakban történnek. Itt egy láp felületén állunk, amely át van fagyva és hó is borítja. A Balaton Bakonya alján vagyunk, a Balatontól északra, nyírtó üledékét mintázzuk éppen. És hát a fúrások során magmintákat veszünk, ezek bolygatatlan, egybefüggő magminták, amelyekből kis részmintákat szoktunk venni pollenanalitikai vizsgálatra. Ugye ezeket az üledékmintákat úgy kell elképzeljük, mint egy időablakot,
egy folyamatos időszelvény. Természetesen, ahogy tudjuk azt, hogy milyen időt reprezentálnak, ahhoz szintén kormeghatározást kell használjunk. Ez az imént említett radiokarbon kormeghatározás ezeken az üledékeken is alkalmazható a szerves anyagtartalmukon. Aztán a megvett részmintákat pollen analízis céljából először a laboratóriumban különböző vegyszeres kezelésnek kell alávessük. A célja az, hogy eltávolítsuk az üledék többi alkotó elemét, és csak a pollen, illetve néhány szerves növényi maradván maradjon. Ezt viszont már tárgylemezen vizsgáljuk, mikroszkóp alatt, és egy pollen analitikus fel kell tudja ismerni a polleneket morfológiai bélyegeik alapján. Ez a felismerés ez nagyon gyakran nem fajszintű. Nem mindig tudjuk megmondani, melyik fajhoz tartozik a pollen, de azt sok esetben meg tudjuk mondani, hogy mely növény nemzetséghez, és sok esetben a fajt is meg tudjuk egyébként mondani, de vannak olyan pollenek, mint például a képen látott fűféle pollen, amelyek annyira hasonlítanak egymáshoz, hogy azt se tudjuk megmondani, hogy melyik nemzetségbe tartozik, pusztán csak annyit, hogy ő fűféle. El tudjuk különíteni a gabonákat, és el tudunk különíteni néhány vízes élőhelyhez köthető fűfélét, de nagyon sokukat nem. Látjuk fölötte még, szintén izgalmas, ahogy kinéz, egy nyírfának a pollenje, itt pedig egy éger pollent látunk. Amikor a mikroszkóba elemezzük a mintákat, akkor nem csak meghatározzuk őket, hanem egy adott létszámot meghatározunk. Ez a szám a vizsgálatok során általában 500 pollen, és a szárazföldi növényektől származó polleneket kell itt csak figyelembe vegyük. És miért is érdekes azon kívül, hogy vegetáció rekonstrukcióra használható ez a módszer? Ahogyan itt látjuk a képnek a jobb oldalán, a pollen összetételből klíma rekonstrukciót is végezhetünk. Számos módszer ismert arra, hogy hogyan végezzük ezeket a vizsgálatokat, de talán az egyik legjobban érthető és manapság legszélesebb körben alkalmazott módszer az az úgynevezett kalibrációs felszíni pollen minták hálózatán alapuló rekonstrukció. Képzeljünk el egy teret, ahol például a júliusi középhőmérséklet egy 12-től 16 Celsius fokos gradiens mentén változik, és nézzük meg ebben a térben a lucfenyő, ugye nagyon gyakran a lucfenyő az, amit karácsonyfának használunk, ennek a lucfenyőnek a pollen százalékait, hogy hány százalékban fordul elő a felszínen a mintákban. Ugye kapunk egy karakterisztikus százalékos eloszlást, és ezt a kettőt egymással összevetve kiszámítható az, hogy mi a júliusi középhőmérséklet tekintetében a lucfenyőnek az optimuma, és minden egyes faj esetében kiszámolható ez. Így, ha a fosszilis mintához visszatérünk, amelynek ismert a százalékos eloszlása, akkor azt felhasználhatjuk arra, hogy matematikai összefüggésekkel, úgynevezett kalibrációs függvényekkel meghatározzuk a júliusi középhőmérsékletet a múltban. Ez egy statisztikai módszer, amely elsősorban erős számítástechnikai és programismeretet igényel meg, matematikai, statisztikai alapismereteket, és amit itt a képen látunk, az a módszer validálása, hogy mennyire jól működik, azt úgy szoktuk elvégezni, hogy az adott felszíni pollen minta esetén detektáljuk, hogy mi a mért hőmérséklet, és az általunk felépített, transferfüggvényekkel felépített modellbe betesszük ezt a mintát, hogy predikálja a hőmérsékletet, és hogyha a kettő, a megfigyelt és a predikált hőmérséklet egy egyenes mentén helyezkedik el a koordináta térben, akkor azt mondhatjuk, hogy a modellünk robusztus, jól használható hőmérséklet rekonstrukcióra. Ugye ezt a modell jóságát az R négyzet értékkel, korrelációs együtthatóval szoktuk többek közt mérni. Ugye itt az ábrán az látszik, hogy ez 0,92 közelít az 1-hez, ez egy nagyon jó korrelációs együttható, a modellünk nagyon jó. Ez a modell, amire ezt az értéket kaptuk, ezt egyébként egy ilyen hőmérsékleti gradiens mentén Skandináviában készült, és amire felhasználták egy skandináv
pollen alapú hőmérséklet rekonstrukció, itt látjuk ezt az ábrát, ahol az ábrán a különböző színű körök különböző üledékszelményekből számított júliusi középhőmérséklet értéke, és itt vagyunk 9000 évvel ezelőtt, itt pedig érkezünk közel a mához. Ezek az értékek azt mutatják nekünk, hogy körülbelül 4000 évvel ezelőttig ebben a térségben magasabb volt a hőmérséklet, és egy fokozatos csökkenés figyelhető meg a késő holocén fele, ami aztán az antropogén hatásra újra növekedésnek indul napjainkban, eddig már nem terjed vissza ez a szelvény. És ezek után nézzük meg, hogy hogyan néz ki egy ilyen tipikus Kárpát-medencei pollen szelvény. Amit látunk a képen, az Kelet-Magyarországon egy lápi élőhelyről, Kokalt község közeléből származik, és egy időskálát látunk, különböző színekkel, latin, angol elnevezésekkel látjuk itt a fajokat, amelyeknek a részleteiben nem mennék bele most, viszont azt egyértelműen láthatjuk, hogy egy nagy változás van a százalékos eloszlásban ebben a diagramban, körülbelül 16.200 évvel ezelőtt, és hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen fajok százalékos értékei alakultak át, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy egy tundra vegetáció alakul itt át, ekkor füvesztyeppé, űrmöztyeppé és erdősztyeppes környezet alakul ki. Hangsúlyozom, hogy a tundra környezetben is jelen vannak a fák, arányuk azonban kisebb. És hát itt feketével látjuk azt a mutatót, amit úgy hívunk, hogy mikropernye, az erdőtüzekre ad egy indikációt. Azt is látjuk, hogy ebben az időszakban nagyon sok az erdőtűz a tájban, és körülbelül 15.000 évvel ezelőtt kezd el ez erőteljesen csökkenni. A következő változás ebben a pollen diagramban 14.500 év körül következik be, amikor a lombhullató fák közül a szileknek az aránya kezd el emelkedni, és ezzel együtt megjelenik, illetve kisebb mértékben emelkedik a mogyoró, ami arra utal, hogy melegszik a környezet. Ugye két ilyen fontos időpont adódik ebbe a szelvénybe, 16.200 év, emlékezzünk, ez volt a körülbelül a mamutok utolsó detektálása, és a 14.700 év a késő glaciális felmelegedés kezdete. Ezekben az üledékekben a pollenek mellett nagyon gyakran találkozunk gombaspórákkal, és ezek közül a gombaspórák közül a sporomjella nemzetségbe tartozók legelő állatokhoz köthetők, és ha megtaláljuk ezeket a spórákat, akkor következtetéseket vonhatunk le a legelő, nagy testű legelő állatok populációinak a méretbeli változásaira. Ebben a szelvényben 17.200 évnél detektáltuk utoljára ezt a gombaspórát, illetve a legelésjelző spórákat, jelezve azt, hogy a nagy testű legelő emlősök száma a térségben ettől az időponttól kezdve csökken. És hát ha az összesített eredményeinket meg akarjuk jeleníteni, akkor ezen az ábrán láthatjuk a különböző módszerekkel készült hőmérsékletrekonstrukciókat, a zöld görbe mutatja be azt a szimulált hőmérsékletváltozást, amelyet a klímamodellek segítségével állíthatunk elő, és itt más görbéket is látunk, látjuk például ezt a kék színű görbét, amely a kistestű rágcsálóknak a fauna változás alapján számított hőmérsékletváltozás. Akármelyik módszert nézzük, látjuk, hogy egy jelentős változás figyelhető meg itt 16.000 évnél, a melegedés korában indul, de ekkor ennek az intenzitása felgyorsul. Egy másik ilyen időpont, a 14.700 év, ami nagyon jól ismert Észak-Nyugat-Európában, de látjuk, hogy nálunk ez a 16.200 év is nagyon fontos. Amire használhatók a pollen összletek, az nem csak a hőmérséklet rekonstrukciója, hanem az egykori biomok, növényzeti közösségeknek a meghatározása, és anélkül, hogy belemennénk a részletekbe, egyértelműen látszik, hogy itt más színű körök, más biomok dominálnak 16.200 év előtt, és különösen 14.700 évtől egyfajta stabilitás jellemzi a környezetet, a kettő közt pedig átalakulás figyelhető meg. Ugye a Kárpát-medencében ez az időszak egy beerdősülési időszak, és körülbelül a beerdősödés kezdete az, amikor ezek a nagytestű emlősök elkezdenek csökkenni mennyiségében.
A medencéből számos késő epigraveti lelőhelyt is ismerünk már, amelyeknek pontos radiokarbon korát mutatja be ez az összegzés Lengyel György régész munkája alapján, és amire itt szeretnék rámutatni, az egyetlen dolog, hogy az eddigi tudásunk szerint a késő epigraveti kultúrához tartozó népcsoport, aki a rénszarvasokra és a mamutokra is vadászott, az körülbelül 16 ezer évvel ezelőtt tűnik el a Kárpát-medencéből, és nagyon adódik a korreláció, hogy az eltűnés valószínűleg összefüggésbe áll a zsákmányállatoknak az eltűnésével. Ahhoz, hogy megértsük, hogy az összefüggések, a klímaváltozás, az emberi kultúrák, túlvadászat szerepe és egyéb tényezők hogyan hathattak erre a kihalási folyamatra, a lokális eltűnési folyamatra, fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy hogyan is néztek ki ezek a hideg időszakbeli ökoszisztémák. Ez az ábra bemutat nekünk egy változást, három biomot, képzeljünk el, növényzeti formációt, amelyet három különböző szín jelenít meg. A lila, a narancssárga és a piros, és ezek különböző szélességi gradiensen fordulnak elő. A pleisztocén jégkorszak éghajlatát jellemezték a nagyon gyors klímaváltozások. Erre mutatok be most itt egy példát. Szintén visszatérünk a grönlandi oxigénizotóp görbéhez, amin nagyon nagy arányú fluktuációk figyelhetők meg, különösen 60 ezer-től egészen körülbelül 28 ezer évig, ugye ez az az időszak, amikor a leghidegebb van, 20 ezer évig, és viszont akkor már eltűnnek ezek a nagy amplitúdójú fluktuációk, de ezeknek a klímafluktuációknak nagyon nagy szerepük van. Grönland fölött lefordítva az oxigénizotóp értékarányokat, a hőmérséklet ekkor 5-17 Celsius fok közötti kilengést mutatott. Nyilván Európában alacsonyabb földrajzi szélességeken ez a mérték, tehát ez a változás mértéke, ez kisebb volt, de ha csak ma nézzük, hogy az éves középhőmérséklet 1 Celsius fokos csökkenése 100 kilométerenként az északi feltekén az izotermáknak a változását okozza, akkor ez a változás, ez kb. Egy ilyen 500 ezer kilométeres kiterjedés változást kell jelentsen a különböző biomok esetében. És egy picit ide visszamenve, mindkét ábrára látjuk, hogy ezeknek a melegebb időszakoknak a időtartama változó, de ahogy közeledünk itt a glaciális maximumhoz, egyre rövidebb ideig tartanak. Tehát ezen idő alatt ezek a biomok nem voltak képesek lépést tartani a klímaváltozással. Ennek következtében azt tudjuk a glaciálisról, hogy ebben az időszakban egy mozaikostáj alakul ki, soha nem jut egyensúlyban a klímaváltozással a növénytakaró változása, tehát túl gyors a változás. Létezik egy hipotézis, mely szerint, ugye ez Mann és munkatársainak a nevéhez köthető 2018-ban, hogy a jégkorszaki tájban ezek a nagy emlősök miért voltak olyan sikeresek, és miért csökkent a túlélési sikerük a jégkorszak végén, a felmelegedés idején. Ugye ezekben az úgynevezett átalakuló ökoszisztémákban ezek a nagytestű állatok számos előnyös ökofiziológiai tulajdonsággal rendelkeztek. Nagyok voltak, nagy testfelület, kis testfelület a nagy súlyhoz képest. Sokkal több szenzorral rendelkeztek. A mozgási energiahatékonyságuk nagyobb volt, óriási volt az éhezéstűrésük, és lassú szaporodási ráta ebben az időszakban előnyösnek vélhető, és ehhez társult a nagy elterjedési terület. A holocén időszakban a felmelegedést követően viszont kialakultak a stabil ökoszisztémák, amelyek övezetes elrendeződésűekké váltak, és ez már kevésbé volt előnyös ezeknek a nagy testű állatoknak, és gyakorlatilag ezek az ábrák azt mutatják be, hogy az ökoszisztémák változásával elérték ezek a csoportok a kihalási küszöbüket, ugye a populáció méreteknek a változását látjuk a hőmérséklet változás hatására, és itt megjelenik egy fogalom, a menedékhely fogalma, a kriptikus menedékhely fogalma, ami azt jelenti, hogy ha
ha csak a környezet determinálná, hogy mennyire tűnnek el ezek a négytestű állatok, akkor Eurázsiában a tundra élőhelyek menedéket jelenthetnének számukra, ahol egy nagyon beszűkült populáció túlélhetne. Ugye a mamut esetében is láttuk ezt az északi szibériai szigeteken, és ebből megindulhatna egy újabb kivándorlás, vagy populáció növekedés, hogyha a környezeti feltételek Eurázsiában számukra kedvezőek lesznek. Hát ezt, az ember ezt befolyásolta, hogy ezeknek a kriptikus refugiumoknak a megmaradását tüntette el, a megmaradási lehetőségét, és valójában a legtöbb faj esetében ez vezetett a kihaláshoz. Jól látszik ez a növényzeti formációknak a szimulált rekonstrukcióján, egy tisztára mozaikos tájat látunk a jégkorszak maximumán, majd a felmelegedéskor az övezetes tájnak a kialakulását látjuk. Ha pedig a Kárpát-medencét nézzük meg ma, akkor azt látjuk, hogy itt bizony az övezetesség felbomlik, a medencében továbbra is megjelenik a mozaikosság, és ez az, ami hozzásegítette azt, hogy néhány legelő nagytestű, itt a lófélékre kell gondoljunk, amelyek ma már nincsenek nálunk, de ott is antropogén hatás vezetett a kihalásukhoz, a holocénbe is túléljenek. Tehát ezek az összehasonlítások jelenleg ott tartanak, hogy úgy gondoljuk, hogy a nagyemlősök közül a mamut és a nénszarvas 16 ezer évvel ezelőtt biztosan eltűnt a medencéből, a kihalásoka összetett volt, a mozaikos táj részben övezetessé alakult, a medence beerdősült, a csökkenő populációkat erősen vadászta az epigravetti ember. Az ökoszisztéma átalakulására a gombaspórák szerint azt mondhatjuk, hogy ez később következett be, mint a nagyemlősöknek a megfogyatkozása, amiből arra következtethetünk, hogy a legelés mértékének csökkenése miatt felhalmozódott a tájban növényi tápanyag, ezt nevezzük biomasszának, és ez a felhalmozódás vezetett el oda, hogy sokasodó erdőtüzek jelentek meg a növekvő nyári középhőmérsékletek mellett, és a leégő tájon már egy teljesen más ökoszisztéma, egy beerdősülés indult meg részben, részben lombhullató fajokkal, részben pedig fenyőfélékkel, és kialakult egy úgynevezett kevert lombú erdősztje. Azt is látjuk, hogy az epigravetti vadászok körülbelül akkor tűnnek el a medencéből, amikor a megafaunának a képviselői is, tehát nem humán okok dominálnak a lokális kihalásban, leginkább csak rásegíthettek az eltűnéshez. A produktív sztyeppei környezet, ami jellemezte ezt a glaciális időszakot, pedig a melegedéssel együtt eltűnt a medencéből. Mire tanít bennünket ez a vizsgálatsor? Elsősorban látható belőle, hogy aki természettudományi karon, földtudományi szakra jön, az az okokozati összefüggéseket fogja megismerni, fejlődik a probléma megoldó készsége, tisztában lesz a földi rendszer működésével, és aki érdeklődik ez iránt, ezek iránt a területek iránt, azt sok szeretettel várjuk az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézetében. Szeretném megköszönni a figyelmüket, és további jó előadás hallgatást kívánok az ELTE Fest résztvevőinek.